Az élet igazságtalan, ezt már hallottuk sokszor, most pedig sajnos tapasztaljuk is. A csapat írtópehes heteken van túl, de most újra lehetőség nyílt közösen edzeni. Természetesen mi is ott voltunk kameránkkal, és megkérdeztük a játékosokat, hogyan élték meg az újabb kényszerszünetet. Nem volt jó. Hiányoztak a társak, hiányoztak az edzések, bár otthon azért edzettünk úgy, ahogy tudtunk, de azért teljesen más itt a csarnokban, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végre kiszabadulhattunk és újra edzhetünk. Reméljük, hogy többször nem kerülünk ilyen helyzetbe, hogy karanténba kell mennünk. Most már úgy gondolom, hogy fel vagyunk készülve mindenre, úgyhogy nem érett minket meglepetés. Frusztrált voltam, meg kicsit csalódott, hogy 10 napra be kellett vonulnunk karanténba, amikor volt 2 negatív tesztünk, de elfogadtuk, ezzel most már túl vagyunk, úgyhogy most már csak előre nézünk. This is crazy time, I can say it's never. Őrült időket élünk. Az én életemben sosem történt ehhez hasonló dolog. Sajnos viszont azt látom, hogy hozzá kell szoknunk ehhez, mert az elkövetkezendő pár hónap ilyen lesz. De aztán reménykedem benne, hogy visszatér minden a rendes kerékvágásba. Addig azonban vigyáznunk kell magunkra, egymásra, és annyit kell dolgoznunk, amennyit csak tudunk. Amikor a karanténban voltunk, akkor otthon edzettünk, de most megint a szokásos helyen folytatjuk a készülést. Az a baj, hogy nem lehet előre tervezni, mert őrület, ami most történik a világban. Óráról órára változhatnak a dolgok. A klub a korábbinál is szigorúbb intézkedéseket vezetett be, hogy megelőzze a bajt. Ennek eredménye egy új hőkamera, amely a játékosok védelmét szolgálja. A szerkezet egyből tudja mérni a szemét, aki belép az öltözőbe, és egyből mutatja is a testhőmérsékletét. Ha pedig van valaki, akinél a megadott Celsius foknál magasabb értéket mutat, akkor azt a játékost vagy edzőt ki tudjuk emelni, és vagy haza, vagy vizsgálatra küldjük. Ezzel a géppel ki lehet tehát szűrni azokat, akik adott esetben problémásak lehetnek a csapatra nézve. Ez az új berendezés nagyon jó, mert a kamera és a monitor segítségével szinte azonnal látjuk az eredményt. Remélem hasznunkra lesz az új intézkedésekben. A váratlan helyzet nem csak a játékosoknak, a stábnak is komoly kihívást jelent. 10 napos karantén után tértünk pont vissza, úgyhogy pont ma volt egy felmérésünk, amin próbáltuk megnézni, hogy mennyi izomtömeget veszítettek a játékosok ki, az aki szedett föl ebben a 10 napban esetleg olyan felesleget, amire nem lenne szüksége. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben a 10 napban, amit tőlünk telhetett, szóval az otthoni edzések során igyekeztünk megtartani minél több izomtömeget. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, amik a lehetőségeink, ahhoz képest nem állunk össze. Nagyon sok minden más, mint ami egyébként szokott lenni. Tehát legalább egy 4-5 csoportba tudnám sorolni a játékosokat, hogy ki az, aki karanténban van, ki az, aki karanténban van, de már megmozdulhat, ki az, aki karanténban van, de már lassan talán elkezdhet velünk edzeni, ki az, aki sérült, ki az, aki karanténban volt, de egyébként a csapattag, és tudjuk utána terhelni. Szóval legalább egy 5-6 csoportot vezetek a számítógépemben, hogy kinek milyen terhelést tudunk adni. Próbálunk sokkal több tesztet elvégezni, nem csak egészségügyi tesztet, hanem fizikális tesztet, ilyen szubmaximális teszteket, ami azért annyira nem meríti ki a játékosokat, hogy lássuk a jelenlegi állapotukat. És ennek megfelelően próbálnánk készülni. Nyilván vannak olyan módszerek, amivel rövidebb távon gyorsabban, magasabb eredményt lehet elérni, viszont kevésbé tartós, utána nagyobb visszaesés várható. Egyesével is monitorozzuk folyamatosan a játékosokat, és próbálunk megfelelő intenzitású edzéseket közényelni. Igazából mi edzők, ugye abból élünk, hogy tervezünk előre
egy hétre, hat hétre, fél évre. Ez a mankunk, ez az életünk, erre tudunk támaszkodni a hétköznapok során, és ezt a mankót ugye most kihúzta az élet alólunk, tehát nem tudunk tervezni. Ugye azt beszéltük így a stábban, hogy jobb, ha csak egy-két napra tervezünk előre, mert már azt se tudjuk, hogy jövő héten mi fog történni. Ugye próbálunk ugyanúgy tervezni, készülni, de hát teljesen más felkészülést kíván meg ez a helyzet, mint amit előtte, úgyhogy egy-két napra próbálok előre látni. Nyilván tervezünk továbbra is, vagy próbálunk, de hát ahány papírt én most széttéptem az utóbbi időben, annyi papírt előtte még összesen nem téptem szét. A tapasztaltabb játékosokra ilyenkor nagy nyomás helyeződik, hiszen nekik kell cipelni a hátukon a csapatot. Miklár Roli és Jonas Schellmann is nehezen élte meg a legutóbbi karantént. Most szépíthetném, de nagyon rossz volt. Nyilván dolgoztunk, csináltuk azt, amit otthon tudtunk csinálni. Ez a tehetetlenség a legrosszabb, amikor tudod azt, hogy te tudnál dolgozni, jól érzed magad, rendben van minden, viszont a szabály és be kell tartani. Most ez így alakul ez a szezon, valahogy ez egy, illetve hát az elmúlt szezon is rosszul végződött, ez a szezon elég rosszul indul, de most azzal kell foglalkoznunk, hogy aki tud edzeni, az tegye bele a 100%-ot, és hogyha mérkőzéseket kell játszani, már pedig jönnek folyamatosan a mérkőzések, ha tudunk játszani ugye mérkőzéseket, akkor azokkal, akik itt vannak, 110%-ot tényleg a pályára tenni, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. I've been playing now for 20 years professional and this is never been in a situation like this. 20 éve vagyok profi kézilabdázó, de ilyen helyzettel sosem kellett megbirkóznom még. Meg kell próbálnunk motiváltnak maradni és egymás segíteni. Amíg otthon voltunk, az interneten keresztül közösen edzettünk, megteszünk minden tőlünk telhetőt, de hát mit is tehetnénk? A legjobbat kell kihoznunk ebből az egészből, és folytatni a munkát, de borzasztó nehéz. Ez a második alkalom, hogy otthon ragadtunk, így megint kiesett 10 nap kézilabda nélkül. Se futás, se labda, szóval nagy a kihívás, de megpróbálunk jól teljesíteni. Sok minden egyebet nem tudunk tenni. Ahogy klubunk elnöke dr. Szűcsernő Péter fogalmazott korábbi adásunkban, lassan nem is Juan Carlos Pastor állítja össze a csapatot, hanem az ANTS. Azért megkérdeztük a Mistert is, hogyan boldogul ilyen körülmények között. Nekem az volt a legrosszabb, amikor mindenki karanténban volt, mert így nem tudtunk dolgozni egyáltalán. Jelenleg csökkentett létszámban tudunk edzeni, nagyjából 10 kieső van most a keretben. Így megoldást kellett találnom. Nem volt más választás, a fiatalokhoz kellett nyúlni, akiket különböző helyzetekben próbálunk ki. Lesznek köztük olyanok is, akiknek komoly szerep jut majd, mert lehetetlen 7 felnőtt játékossal lejátszani minden mérkőzést. Minden helyzetnek megvan a külön motivációja. Most például szerintem az, hogy nekünk, akik nagyobb rutinnal rendelkeznek, tapasztaltabb játékosok, nekünk kell a lehető legtöbbet hozzátenni, és nyilván a fiatalok, akik most hozzánk csatlakoznak és kiegészítenek minket, és epizód szerepekhez jutnak, ő nekik pedig a legtöbbet segíteni, tényleg. Ha csak egy jó szóval, vagy tényleg lökni őket hátulról, biztatni, akkor azzal egy pacsival, de ők is úgy látom, hogy tényleg mindent bele szeretnének tenni. Nagyszerűen dolgoznak a fiatalok, de a baj az, hogy 10 napos karanténban voltunk. Ez idő alatt nem tudtam beépíteni őket a csapatba, pedig nagy segítség lett volna. Erre nem volt lehetőségem, ez a szabály, úgyhogy abból főzünk, amink van. Most újra erőről kell kezdeni mindent, de elégedett vagyok velük. Muszáj pontokat szereznünk ilyen nehéz helyzetben is. Bármelyik csapat is jön szembe, pontokat szeretnénk szerezni, mert a bajnokságban oda kell jutnunk a döntőbe, a Magyar Kupában a Final Fourig. A Bajnokok Ligájában meglátjuk, mi lesz. Egyelőre ugye egy meccset játszottunk a Kielcével, és veszítettünk.
Arra kell törekednünk, hogy a csoportkör végén a lehető legjobb pozícióban legyünk. A kérdés, hogy hány meccset tudunk játszani, az szinte biztos, hogy ezzel a kerettel kell megoldanunk. Arra kell összpontosítanunk, hogy felkészüljünk az ellenfélre a lehető legjobban. Törekednünk kell, hogy egyre kevesebb hibát kövessünk el. Egyel több gólt dobjunk, vagy elcsípjünk egy-egy döntetlent. Aztán, ha az X megvan, meglátjuk. Ezekkel a játékosokkal kell felkészülnünk ugyanúgy, mintha mindenki itt lenne. A célunk továbbra is az, hogy pontokat szerezzünk és mérkőzéseket nyerjünk. Sok a hiányzó és a sérült, de ez a bal szerencse simán elérhet sajnos más csapatokat is. A morál a csapaton belül jó, a fertőzöttek is jobban vannak, hála az égnek, ez könnyebbség nekik és a családjuknak. Elvégre az egészség az első. Vannak, akik már negatív tesztet is produkáltak, ami megint csak jó hír, bár sok-sok nap mire visszatérhetnek. Az itt lévőknek kell most ezt megoldani, mi rendben vagyunk és igyekszünk keményen edzeni, hogy aztán mérkőzéseket nyerjünk.